Hát óriási küzdelmet láthattunk, itt olyan mérkőzéseket láthatott a nyíregyházi közönség meg a magyarok, amit azt hiszem, hogy nagyon rég volt ilyen Magyarországon. Jönes Gulbiszt láttunk, aki ugyan pénteken még nem mindenben tudott olyan szinten teljesíteni, hál' Istennek Marcinak is köszönhetően, amivel ugye megmutatta volna, hogy mennyire profi. Azt hittem egyébként, abban bíztam, hogy esetleg ő majd elhagyja magát, ahogy ott ígérte péntek esti nyilatkozatában, és nem fogja összeszedni magát, ehelyett szombat reggel teljes mértékben leborotválva, borotválkozva, minden egyes olyan jele azt mutatta, hogy ő összeszedte magát, és utána olyan profi teljesítmény nyújtott, összeszedte az egész csapatot. Párosban olyan produkciót nyújtott, ami Andis Juskát is magával hozta, egész egyszerűen 90%-os első szervákat ütöttek, egy percre nem engedték azt, hogy esetlegesen esélyünk legyen, annak ellenére, hogy meg tudtuk nyerni az első szettet, utána nem nagyon volt esélyünk. Ma is láthattuk, hogy Gulbiszt olyan produkciót nyújtott, ami egész egyszerűen nem hagyott kétséget a győzelme felől. Marcinál pedig azt éreztem, hogy jó volt, hogy tegnap kihagytam és esetlegesen pihentetni próbáltam, mert még így is azért a fáradtság erősen benne volt. Ezt azt tudom mondani egy picit, már nem szeretem a körülményekre fogni, de picit pehesek voltunk, mert hogyha az első szedben ugye a szetlabdát megnyeri, ha a második szedben a szerváját elhozza, amikor 5-4-nél szervált a szetnél, akkor egy kicsit azért jobban nézhetett volna ki a dolog. Későbbiek során pedig már nem volt benne annyi erő, hogy ezt meg tudja fordítani, ettől függetlenül végigküzdötte a meccset. Azt hiszem nem tehetünk senkinek sem szemrehányást, mert szép produkciókat nyújtottunk.